Előkészületben az újabb norvég alap, összesen 215 millió euró keretösszeg áll rendelkezésre a 2014-21-es időszakban. 51 milliárdos keret határvédelemre. Az egyik legfontosabb honvédelmi feladat továbbra is a határvédelem, mondta Simicskó István honvédelmi miniszter a Nemzeti Konzultációs Fórumán Nyíregyházán. Emlékülés Bessenyei György születésének 270. évfordulójára és a róla elnevezett társaság működésének 120. évfordulójára szerveztek tudományos ülést pénteken a Megyeházán. Előkészületben az újabb norvég alap, a Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. 42 milliárd forint támogatásból 7 program területen valósítottak meg fejlesztéseket Magyarországon, mondta el Vitályos Eszter, a miniszterelnökség Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakát lezáró konferencián csütörtökön Budapesten. Az eseményen elhangzott, hamarosan aláírják az újabb szerződést is a 2014-21-es időszakról is. Ebben összesen 215 millió euró áll majd rendelkezésre, a harmadik legnagyobb kedvezményezett pedig Magyarország lesz. A legfontosabb az, hogy összességében kiemelkedő eredményeket értünk el, azt gondolom. Sikeresnek értékelte Vitályos Eszter a norvég alap támogatásával megvalósuló hazai beruházásokat és fejlesztéseket az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakának ünnepélyes budapesti záró konferenciáján csütörtökön. A miniszterelnökség Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára szerint ugyan akadtak nehézségek a megvalósítás során, és számos új kihívással is szembe kellett nézniük, de a folyamatból a résztvevő országok profitáltak. Vitályos Eszter kiemelte, összesen 42 milliárd forint érkezett a norvég alapon keresztül Magyarországra, amiből több területen valósítottak meg különböző fejlesztéseket. Összességében Magyarországon 7 olyan programterület van, amely a norvég alapból kapott támogatást. Itt a legkülönfélebb projektek valósultak meg, például turisztikai beruházások, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos projektek, környezetvédelemmel kapcsolatos projektek és különböző civil együttműködések. A norvég nagykövet gratulált a programok megvalósításához, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a támogatási összeget nem sikerült teljes mértékben felhasználni. Olaf Berstadt hangsúlyozta, az a céljuk, hogy a következő program időszakban egy még sikeresebb együttműködés során ez ne történjen meg ismét. Kitért arra is, hogy hamarosan aláírják a szerződést a 2014-2021-es időszakról is, amelynek a célja az egyenlőtlenségek csökkentése és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése. És a következő időszakban 214,6 millió euró áll rendelkezésre, ugye ezt a három ország adja össze, Norvégia, Izland és Liechtenstein, és Magyarország a harmadik legnagyobb kedvezményezettje ennek, ugye Lengyelország, Románia után Magyarország következik. A nagykövet elmondta, 2004 óta összesen 6 milliárd eurót bocsátottak az európai kedvezményezett országok rendelkezésére, köztük Magyarország számára is. A támogatás keretében több mint 600 projekt valósult meg Magyarországon. Figyelni kell a világban zajló folyamatokra, az illegális migrációra is, meg tudjuk-e védeni határainkat és Európát, tette fel a kérdést Simicskó István honvédelmi miniszter csütörtöki nyíregyházi fórumán. A Nemzeti Konzultáció ezekről a kérdésekről és a magyar emberek jövőjéről is szól, hangzott el a rendezvényen. Eddig 1.200.000-en küldték vissza a kérdőíveket, amit november végéig lehet kitölteni. Az egyik legfontosabb honvédelmi feladat továbbra is a határvédelem, mondta a miniszter. Az év végéig további 51 milliárd forintot szán a kormány határvédelemre. A belügyminisztérium és a honvédelmi tárca azért kapja a forrást, hogy itthon meg tudják védeni határainkat az illegális migrációtól. Több mint 17 ezer magyar katona vett eddig részt az elmúlt több mint két évben a határvédelmi feladatokban. Ezt a munkát továbbra is ellátjuk, nyilván ennek van költsége. Nyilván az Unió erre nem nagyon ad pénzt, ezt nekünk kell megoldanunk, és mi garantáljuk ilyen módon is a magyar emberek biztonságát a jövőben is.
Európa biztonsága sokat gyengült, ezért a napokban közös szándéknyilatkozatot írt alá 23 Európai Uniós tagállam külügyi és honvédelmi szakminisztere. Az Európai Unió védelmi zónáját megerősítő úgynevezett struktúrált együttműködés létrehozásáról. Ezzel a terrorizmus ellen is hatékonyabban lehet fellépni, mondta el televíziónk kérdésére a honvédelmi miniszter. Ezt mi kezdeményeztük annak érdekében, hogy legyen egy olyan katonai képesség az Európai Uniónak, amelyel a külső határokat tudjuk védelmezni, az állampolgáraink biztonságát ilyen módon tudjuk hatékonyabban garantálni, valamint válságövezetekben legyen olyan képességünk, ahova elvisszük a katonáinkat, meg a civileinket, akik egyébként tudják kezelni az ottani problémákat és helyzeteket. Ezen keresztül is csökkenteni tudjuk az Európára zúduló illegális tömeges migrációs hullámot, valamint a terrorista fenyegetettséget is. Az emberek kiállnak a magyar kormány mellett migrációs kérdésekben, emelte ki a miniszter beszédében, mert Brüsszel továbbra is kényszeríti a betelepítési kvótát. A magyar lakosság pedig a nemzeti konzultációval tudja véleményét kinyilvánítani. 1 200 000-en már visszaküldték a válaszokat, november végéig lehet kitölteni a kérdőíveket. A gyermekeink jövője a tét Magyarország és Európa identitásának megmaradása, ezért is sorsdöntő az előttünk álló időszak, hangzott el a fórumon. Simicskó István honvédelmi miniszter a honvédelemért kitüntető cím első fokozatát adományozta Kovács Ferenc polgármester részére a Magyar Honvédség népszerűsítése, a honvédelem ügyének támogatása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként. A kitüntetést Nyíregyháza polgármestere november 16-án a Városházán vette át a honvédelmi minisztertől. Bessenyei György 18. századi testőr, költő rokoni viszonyban van II. Erzsébet brit uralkodóval is, derül ki a legfrissebb kutatásokból. A felvilágosodás kiemelkedő alakjának, Bessenyei György születésének 270. évfordulójára és a róla elnevezett társaság működésének 120. évfordulójára szerveztek tudományos ülés pénteken a Megyeházán. Bessenyei György oldalági leszármazottja, Bessenyei Balázs nagyapja pipáját ajándékozta a nyíregyházi közgyűjteménynek a Megyeházán, a Bessenyei Társaság alapításának, és maga Bessenyei György születésének 270. évfordulójára szervezett emlékülésen. A felvilágosodás kiemelt alakja és a magyar irodalom újjászületésének egyik legfontosabb költője volt a Szabolcs megyei Tiszabercelen született Bessenyei György. Eszméi, gondolkodása és művei a múlt, a jelen és a jövő egyik alappillére a nemzet és a magyar irodalom számára. Nagy megtiszteltetés a család számára, hogy ilyen rangos rendezvényen itt lehetünk. Én nagyon remélem, hogy ez a kapcsolat Nyíregyháza és a család között újabb mérföldkő lesz. Én 1984-ben csináltam GMK-t Nyíregyházán, de fogalmam sem volt, hogy ez a társaság működik. Mentségemre legyen szólva, hogy 80 és 90 között tudomásom szerint a Bessenyei Társaság be volt tiltva, tehát nem működött. Én nagyon remélem, hogy a kedves rokonnak a gondolatai ma is alkotó módon hozzá tudnak járulni Nyíregyháza, a megye és az ország előrelépéséhez. Meg voltam hatódva, amikor láttam az előadóknak a nevét, hogy ilyen magas szintű emberek vették a fáradtságot, hogy Bessenyeinek a dolgával foglalkoznak. Én nagyon remélem, hogy a mai tanácskozás maradandó nyomot fog hagyni Nyíregyháza kulturális életében. A Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság egy pályázatot is hirdetett a középiskolások számára, amelyben arról írtak, milyen aktualitása van a költőnek a 21. században. Végül két pályázatot is kiemeltek, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium és a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium diákjainak munkáit. Nagy örömünkre szolgált, hogy megmozdultak a diákok, nem is gondoltuk volna, hogy egy ilyen régen született és a fiataltól távolságban lévő költőnek a gondolatai megmozgatják őket. Nyíregyháza a három középiskolája, Kisvárdamát és Szalka középiskolásai pályáztak, és rendkívüli műfaji tarkaságban, hiszen az eszén versen kívül előadás, prezentáció és film is érkezett be. Nagyon ötletes volt mindegyik. A tudományos emlékülés célja a Bessenyeivel kapcsolatos kutatási eredmények bemutatása volt. A régi magyar irodalom mindig tud új válaszokat adni a jelenkor kérdéseinek. Az előadók több éve vagy akár évtizede foglalkoznak a 18. századi nyelv filozófiával. Ezt a korszakot nevezzük ugyanis a magyar nyelvújítás korának. Ennek kiemelkedő alakja Bessenyei György is. Engem igazából az érdekelt, hogy mi áll emögött, mi az az elmélet, ami alapján az a néhány ember, aki fontosnak tartotta a korban,
elkezdjen a magyar nyelvvel foglalkozni, fontosnak tartsa azt, hogy a tudományokat Magyarországon is fejleszteni kell. És ez most egy remek alkalom volt, hogy a Bessenyei György írásait megvizsgálva az ő nyelvfilozófiai képzettségéről, az ő tért nyelvfilozófiai hatásokról értekezzek. A Bessenyei család története nem csak Bessenyei Györgyről szól, egészen a honfoglaláskorig visszanyúlik. A család első ismert őse Öcsöb vezér, de a rokoni szálak nyomon követhetőek egészen napjainkig, hangzott el az ülésen. Ami érdekesség a családfán, hogy ha már nem Bessenyei néven mentek tovább a családtagok, hanem leányági leszármazottként más családnéven mentek tovább, ők is tartották a rokonságot a Bessenyeiekkel. Itt szeretném megemlíteni például Gróf Teleki Pál miniszterelnököt, aki leányágról volt leszármazott, a híres gálvai ezredes Rakowski Sámuelt, és még nagyon hosszasan sorolhatnám azokat a családtagokat, akik szintén fontosnak tartották, hogy ők Bessenyei leszármazottak. És ami igazán kuriózum, az a Rédei ágról való leszármazás. Második Erzsébet brit uralkodó nő, 11. fokú unokahúga Bessenyei Györgynek, a híres testőrköltőnek. Az emlékülésen Bánszki István örökös elnöknek egy emléklapot is ajándékozott a Bessenyei Társaság, amely a megye kulturális életének meghatározó szereplője már évtizedek óta. A Bessenyei Társaság az valóban egy olyan kulturális értéket képvisel, amelyre egyszerre emlékszünk arra a novumra, amely Bessenyei életútja azért nagyon sokat jelent Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is, és ők ezt képesek voltak átörökíteni a jelenbe. Szabolcs vármegye első köztéri szobrát 118 évvel ezelőtt avatták, ez Bessenyei Györgyöt ábrázolja. Akkor Ferenc József király külön engedélyével érkezett ide a magyar királyi testőrség, akik díszőrséget álltak. Most 2017-ben Simicskó István honvédelmi miniszter engedélyével szintén hasonló ünnepélyes keretek között helyezték el a résztvevők az emlékezés virágait Nyíregyházán. A Penészleki iskola kapta meg a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. Az iskolában ugyanis tudatos internet használatra, pénzügyi ismeretekre tanítják a diákokat, valamint a fenntarthatóságra nevelés terén is kiemelkedő munkát végeznek. Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár tegnap adta át ünnepélyesen a kitüntető címet az intézménynek. Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola lett az Encsencs Penészlek Nyírvasvári Iskola Penészleki Tagintézménye. A címet azoknak az intézményeknek adományozza a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, ahol fogyasztói tudatosságra nevelik a tanulókat, és szem előtt tartják a pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazását is. A diákok kompetenciafejlesztésében kiemelt terület a vállalkozói szemlélet, illetve képességek fejlesztése, valamint a fenntartható környezet és társadalom szemlélete hatja át az oktatást. Általános iskolák és középiskolák pályázhatnak, az ők akár szakközépiskolák, szakgimnáziumok, általános iskolák. A pályázatunk most már 8 szempontrendszert tartalmaz, ez egyfajta sorvezető az iskoláknak, itt feltüntettük, hogy vetélkedőket szervezhetnek, osztályfőnöki órák keretében beszélhetnek a fogyasztói tudatosságról, felhívhatják a figyelmet az internetes kereskedelem lehetőségeire, illetve veszélyeire, ezen felül piacokat látogathatnak, helyi vállalkozókat, akik már fogyasztóbarát vállalkozók, azért, hogy a gyerekek a gyakorlatban lássák azt, hogy milyen módon tudnak tudatosan vásárolni. A 2016-os tanévben 13 megyéből összesen 35-en pályáztak, és ebből 23 iskola kapta meg az elismerő címet. 2017-ben Penészleken több pályázaton nyert program is megvalósul, amelyek megyei szinten is példaértékűek. Az általános iskola szeptembertől novemberig 39 pályázatot nyert, ami azt gondolom, hogy a térségben is példaértékű. Nagyon sok pályázaton veszünk részt, az önkormányzat is. Éppen most folyik itt a szomszédban is az óvoda felújítása. Új orvosi rendelőt építünk. A diákok a tantestület segítségével látványos programokkal várták az eseményre látogató érdeklődőket és meghívott vendégeket. Azért jó ez a pályázat, ami úttörő jelentőségű a térségben, mert hátrányos helyzetű térség lévén minden lehetőséget szeretnénk megragadni, és ez is egy lehetőség. Máskülönben az igazgatóasszony munkája az példaértékű ilyen tekintetben, mert számtalan pályázattal segíti a diákok életét, segít abban, hogy habár nagyon messze vagyunk mindentől Penészleken, azért a világ bejöjjön ide,
a térségünkben, de szerintem a megyében is ez az első ilyen jellegű pályázat, amikor a gyerekeket megtanítják a tudatos vásárlásra, tudatos fogyasztásra. A gyerekek meghívást kaptak a Nemzeti Fogyasztóvédelem Laboratóriumába, ahol betekintést nyerhetnek a piacfelügyelők munkájába. A vidék nem csak a nemzeti múlt megőrzésének forrása, hanem a gazdaság és a megélhetés egyik kiemelt forrása is, és ezt a kettőt összhangban kell tudni kezelni, mondta el Veres János, szocialista politikus nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A vidéki termőföldeknek munkahelyeket is kell biztosítaniuk, nem csak a termelt hasznot élvezni. Ezért az MSZP az Európai Uniós források igénybevételének feltételeként megszabná az agráriumban a foglalkoztatási kötelezettséget is. Három dolgot szeretnék ebben kiemelni. Elsőként azt, hogy a vidéken rendkívül fontos az, hogy a legerősebb termelőerő, a legfontosabb termelője a föld, az milyen kézben van. Az optimális biktostruktúrának a kialakítása szükségszerű a következő időszakban. Eltérő nagyságú birtokokon lehet intenzív termelés esetében megélhetést biztosítani egy-egy családnak, illetve nem intenzív termelés esetében. Ehhez alkalmazkodni kell az ország különböző régióiban. Rendkívül fontos az, hogy továbbra is génmódosított növények termesztésére Magyarországon ne kerüljön sor, és rendkívül fontos az is, hogy Magyarországon biztosított legyen az, hogy a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozása valamilyen módon megtörténhessen, és ilyen módon immáron feldolgozott termékeket lehessen vinni mind a magyar, mind pedig a külföldi piacra. A mindennapi gyakorlatban is hasznosítható ismereteket, valamint a legújabb diagnosztikai és terápiás eljárásokat is bemutatták a Nyíregyházán megrendezett belgyógyászati kongresszuson. A kétnapos tudományos konferencián nem csak orvosok vesznek részt, itt tartják a negyedik szakdolgozói ülést is. A házigazda József András kórházban nem csak új épületet kapott a belgyógyászati osztály, hanem az eszközberuházásoknak köszönhetően a nyíregyházi kórházban használják az ország legmodernebb gastroenterológiai műszerét. Problémánk van Borsod megyében és Szabolcs megyében, ahol országos átlag alatti a célérték elérés. A magas vérnyomás is a kiemelt témák között szerepel azon a kétnapos belgyógyász kongresszuson, melyet a József András Oktatókórház és a Magyar Belgyógyász Társaság Észak-Kelet-Magyarországi szakcsoportja szervezett Nyíregyházán. A tudományos ülés átfogja a belgyógyászat egészét, de ezúttal azokra az új irányvonalakra, jövőbeli lehetőségekre fektetnek nagyobb hangsúlyt, melyek az utóbbi években jelentősen megváltoztatták a belgyógyászat szemléletét, úgy a diagnosztika, mint a terápia terén. Az előadók mindezeket nem csak elméleti példákon keresztül mutatják be. Egyik célja ennek a konferenciának, hogy betegbemutatásokon keresztül a kollégák mutassák be azokat a problémás betegeiket, akiknek a diagnosztikája, a terápia a mindennapi jelenlegi tudásunk alapján nem olyan egyszerű, és ezzel is segítsék azoknak a kollégáknak a munkáját, akik még ilyen bonyolult esettel nem találkoztak, és ha ilyen beteggel találkoznak, akkor még könnyebben tudjanak megbirkózni ezzel a problémával. A kongresszus egyik szervezője, a Nyíregyházi József András Oktatókórház, az országban élen jár a modern, magas színvonalú belgyógyászati ellátás segítő fejlesztésekben. Szerencsés helyzetben vagyunk, úgy érzem, mert egy új épületbe költöztünk, és ebbe az épületbe nem csak kórtermi ágyak vannak, hanem komoly eszközberuházás is történt. A gasztroenterológián belül olyan eszközt kaptunk, amit országban egyedül csak Nyíregyházán van még egyelőre. Ezt használhatjuk, ezt az eszközt, tehát nagy lehetőségek vannak a endoszkópiában, gasztroenterológiában, de hangsúlyozom, az egész osztály működésében jó feltételeket biztosított a kórház. A fejlesztések pedig nem zárultak le, további beruházások is tervben vannak. A jövő fejlesztési célja az a hemodinamikai labor és az invazív kardiológiai ellátásnak az eszközfejlesztése. Ez még egy tervezés alatt álló, határon átnyúló projekt keretében megvalósuló beruházás eredménye lehet. A szakmai kongresszussal közösen rendezik meg a negyedik szakdolgozói ülést is. Így az orvosok és a szakdolgozók egy konferencián belül cserélhetnek tapasztalatokat, és a szakdolgozók is ismertethetik kutatásaikat. A jelenleg a 22 előadás, a szakdolgozói előadás a belgyógyászat nagy vertikumát keresztül foglalja. Vannak nefrológiai
kardiológiai, gasztroenterológiai előadások, és az orvosokhoz hasonlóan a szakdolgozók is tudományos munkát végeztek, és itt átadjuk egymásnak ezt a tudást. A kongresszuson két nap alatt közel 100 előadást hallgathatnak meg a résztvevők a belgyógyászat különböző témaköreiben. Nyolc csapat kapta meg csütörtök este a Magyar Labdarúgó Szövetség által a 2017-2018-as bajnoki évad felnőtt bajnokságaira meghirdetett Fair Play verseny októberi díjait. Az elismerést azok az egyesületek kapják meg, amelyek az elmúlt 5 fordulóban a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötték össze, például sárgalapos figyelmeztetésekből vagy rendezési hiányosságokból. A Kelet-Takarék megye első osztályának legjobbja októberben a Sínyű Carnifex FC lett. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei igazgatósága csütörtök délután kiosztotta az októberi Fair Play díjakat. Október hónap legsportszerűbb csapata díjat az az egyesület kapta a bajnokság végén, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a 6. és 10. forduló között. Büntetőpontok több kritérium alapján jártak. Van egy tabellánk, egy táblázatunk, hogy minden egyes kritériumot felsoroltunk, hogy egy vétségért hány büntetőpont jár. Például hány büntetőpont jár a sárgalapért, a piroslapért, a létszámhiányos kiállásért, a kinemállásért, a rendezői hiányosságokért, illetve hogyha valamiért a fegyelmi bizottságunk valamilyen rendezési hiányosság miatt, vagy sportszakember nem megfelelő viselkedése miatt pénzbírságra sújtja az egyesületet, akkor a pénzbírság összegétől függően is vannak hibapontok. Ezeket a hibapontokat a versenybizottság tagjai folyamatosan számolják minden hétvégi forduló után, és természetesen így jön ki, hogy 5 fordulónként kinek van a legkevesebb, tehát ki a Fair Play győztes. 2017. márciusában osztották ki először a Fair Play díjakat. Az elismerést elsősorban azzal a céllal hozták létre a sportszerűségre nevelésen túl, hogy azoknak a csapatoknak is legyen motivációjuk, akik nem a továbbjutásért vagy a csoportban maradásért küzdenek. Hogy mennyire motiváltak, hát nyilván szempont ez is, hogy tulajdonképpen próbáljuk meccsek előtt, hogy ne kapjunk feleslegesen sárgalapot, ne kapjunk, tehát ne csináljanak olyat, ami bármilyen szinten ezt negatívan befolyásolja. Meg hát nyilván azért Gyulházán mindig is szerették a sportot, meg szeretik a sportot, és tulajdonképpen hát ez a díj is ezt igazolja, hogy tulajdonképpen ennek eleget is teszünk. A Kelet-Takarék megye első osztályának októberi legjobbja a Sínyű Carnifex FC lett. Megye kettőben az Ibrányese, a Gyulaháza KSE és a Tisztaberekese kapták meg az elismerést. Október legsportszerűbb csapata a megye 3 csoportjaiban a Napkori Szabadidő SE, a Nyírvasvári 16 FC, az Újdonbrád SE, valamint a Penyige SE lettek. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 42 milliárd forint támogatásból 7 programterületen valósítottak meg fejlesztéseket Magyarországon, mondta el Vitályos Eszter, a miniszterelnökség Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakát lezáró konferencián csütörtökön Budapesten. Az eseményen elhangzott, hamarosan aláírják az újabb szerződést és a 2014-21-es időszakról is. Ebben összesen 215 millió euró áll majd rendelkezésre. A felvilágosodás kiemelkedő alakjának, Bessenyei György születésének 270. évfordulójára és a róla elnevezett társaság működésének 120. évfordulójára szerveztek tudományos ülés pénteken a megyeházán. Bessenyei György 18. századi testőrköltő, rokoni viszonyban van II. Erzsébet brit uralkodóval is, derül ki a legfrissebb kutatásokból. A Penészteki iskola kapta meg a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. Az iskolában tudatos internet használatra, pénzügyi ismeretekre tanítják a diákokat, valamint a fenntarthatóságra nevelés terén is kiemelkedő munkát végeznek. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében is, viszontlátásra!
Holnap borongós időre számíthatunk délelőtt kisebb esővel. Hidegfront vonul át szombaton felettünk, melynek hatására előbb nedves, majd jóval szárazabb levegő áramlik térségünkbe. Az éjjeli órákban túlnyomóan borult lesz az ég, gyenge eső, szitálás több alkalommal is várható. Az északnyugati szél gyenge, helyenként mérsékelt marad. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte borult lesz az ég, majd a délutáni óráktól nyugat felől csökken a felhőzet. Gyenge eső, a nap első felében még előfordulhat. Jellemzően gyenge lesz a légmozgás. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben. A hét utolsó és a jövő hét első napjaiban visszaesik a hőmérséklet. A változó felhőzet és az élénk szél mellett vasárnap és hétfőn napos időszakokra is számíthatunk. Csak elszórtan lehet futózápor, hózápor. Kedden a felhőség mellett már több helyen is lehet csapadék. A délelőtti órákig síkvidéken havazás várható. A jövő hét második felében is változékony, de több napsütést ígérő időre van kilátás, a hőmérséklet pedig határozottan emelkedik majd.